Kedves nézőink, az elmúlt héten csütörtökön adták át a felújított Kinizsi utcát. Kérem, tekintsék meg erről szóló összeállításunkat. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink! Ugye a Kinizsi utca története az három jelentős eseményből áll. Az egyik, amikor a 80-as években felújítottuk ezt az utcát, akkor is itt voltam, és jó néhány arcot még látok abból az időszakból, kicsit megváltozva. Aztán a 90-es években, amikor a csatornát építették, akkor én éppen nem voltam itt. És hát most a harmadik ütem, amikor gyakorlatilag felújítottuk végig az egész útpályát, a járdát, és jó néhány olyan létesítményt, ami ezzel összefügg. 130 millió forintba került ez a felújítás. Hogy ez a 130 millió forint, ez milyen nagy összeg, hadd mondjam önöknek, hogy a 80-as években, amit először említettem, hogy mekkora munka volt itt, a 80-as években a városnak az úthíd kerete, Zoli, te tudod biztos, hogy miről beszélek, úthíd kerete az 3 millió forint volt, és az egy éves úthíd kerete a városnak elment a Kinizsi utcára. Most a város úthíd kerete az 40 millió forint, és az út meg 130 millióba került. Tehát hogy megváltoztak a viszonyok azóta, mióta ezt a három időpontot említettem. Ugye mi minden közlekedési létesítményt megszámozunk és bejelentjük a közönségnek, hogy hányadikat adjuk át a városban. Most a 660 és a 666. közlekedési létesítmény átadásáról van szó. Ebben ugye benne foglaltatik a teljes útburkolat felújítás és megerősítés, nyílt csapadékcsatorna, elvezető árkot építettünk és zárt csapadékcsatornát ugyancsak, kapubejárók felújítása valósult meg, járda felújítás, gyalogos hidat újítottunk fel, és hát kismértékben parkosítottunk is. A munkát a Strabag Kft. Végezte, akinek a vezetőit ugye most külön is köszöntöttük. Én is szeretném megköszönni a társaság vezetőinek azt a kiemelt figyelmet, amivel ezt az útépítést hát részesítették. Ugyan hosszú időbe telett ez a munka, tehát a jó munkához idő kell, meg tulajdonképpen mi is benne voltunk abban, hogy hagytuk ezt az időt így alakulni, hiszen meg akartuk nézni, hogy két őszi időszak között hogy alakul az utcának a természet-földrajzi viszonya. Ugyanis hát önök, akik itt laknak, önök tudják a legjobban, hogy mindig augusztustól augusztusig tart itt az időszámítás. Tehát augusztusban el szokta önteni az utcát a víz, és hát különböző okok folytán vagy jön a következő évi augusztus, vagy nem jön. Most nyilván az útépítésnek köszönhetően ebben az évben másképp alakult az augusztus, nem volt vízelöntés, és én nagyon bízom benne, hogy többet soha nem is lesz. Ugyanis ezzel párhuzamosan a Baumindex Kft. Egy nagy völgy árkot épített a vasúti pálya másik oldalán, az átereszeket átépítettük, és biztos mondhatom önöknek, hogy olyan, ami itt az előző években előfordult, olyan többet nem lesz. Most alkalmas rendszert építettünk ki, és karban is tartjuk, hogy ez még egyszer ne forduljon elő, el tudja vezetni az árokrendszer a vizet, és az utcák azok valóban használhatóak, jó minőségben közlekedhetők legyenek. Nyilván önök között sokan vannak, akiknek különböző észrevétele van az útépítéssel kapcsolatban. Ez természetes. Mi arra nem számítunk, hogy mindenki mindent elfogad, és a legnagyobb lelkesedéssel lát neki az utcán való túrázásnak. Vannak kisebb-nagyobb olyan észrevételek, amelyek hát vagy megoldódnak, vagy nem. Mi is figyeljük ezeket, és hát ha lehet, akkor orvosoljuk. Még ugye teljesen nem is fejeztünk be minden olyan műtárgy építést, amelyet korábban elkezdtünk, hát várunk arra, hogy majd ezek is megvalósuljanak. És hát van egy másik dolog, amit majd önöknek kell eldönteni. Ugye mellettem áll a körzet, majdnem országgyűlési képviselőt mondtam, de végül is az is lehetnél,
Fülöp Zoltán önkormányzati képviselő, aki ugye hát az itteni viszonyokra építve az önökkel való beszélgetés alapján már felvetette az autóbusz közlekedésnek a problémáját. Nekünk az a véleményünk, hogy ezt csak egy név szerinti szavazás tudja eldönteni. Mi nyitottak vagyunk egyébként erre, de amikor az útépítéshez hozzákezdtünk, akkor erősebb volt az a hang, hogy itt ne legyen autóbusz közlekedés, hogy ne legyen. Tehát majd önök eldöntik. Mi minden esetre az utca végén egy tartalék területet hát őrzünk és ápolunk, hogy ott egy buszfordulót lehessen majd építeni, és ha a többség, a meghatározó többség, ugye az legalább kétharmadnak kell lenni, ha az azt mondja, hogy buszközlekedést akarnak, akkor lesz buszközlekedés, de ha kétharmad nincs meg, akkor marad a jelenlegi állapot, akkor nem lesz autóbuszközlekedés. Úgyhogy ezt majd döntsék el, és a képviselőn keresztül tájékoztassanak majd bennünket, hogy mire jutottak. Most pedig még egyszer megköszönöm önöknek a türelmet, hogy ilyen sokáig vártak, és hogy együttműködtek velünk, segítették ennek a munkának a kivitelezését, és kívánok önöknek hosszú életet és jó balesetmentes közlekedést. Tisztelettel köszöntöm önöket, hölgyeim és uraim, kedves barátaim! Örülök, hogy még az időjárás is kedvez nekünk, és tényleg egy ilyen nagyon kellemes őszi délutánon tudjuk átadni ezt a létesítményt. Mint ahogy polgármester úr is elmondta, több mint 130 millió forintot költött az önkormányzat erre az útra, és hát szerénység nélkül el kellett volna mondani azt is polgármester úrnak, de én elmondom helyette, hogy ez teljes egészében önkormányzati összeg, tehát ebben pályázati pénz nincs. Azt hiszem, hogy a város önkormányzata régóta pontosan tisztában volt azzal, hogy ez a beruházás, ez a felújítás, ez elkerülhetetlen. Nagyon sokukkal együtt térdig álltunk itt sokszor az épületek alsó szuterin részében, a vízben, és próbáltuk meg ugye kihozni a hűtőládákat és egyebeket, mert hát az időjárás az nem volt kedves hozzánk, és borzasztó nagy károkat okozott. Pontosan láttuk ezt mi éveken keresztül, és hát polgármester úrral sokat beszélgetve és sokat gondolkodva azon, hogy miből is lehet ezt megvalósítani, hiszen sajnos nincsen minden ilyen megvalósításhoz megfelelő pályázati forrás. Az önkormányzat végül úgy döntött, hogy saját erőből ezt megteszi, és hát ma már szembesülhetünk ezzel, hogy itt állunk egy korszerű, biztonságos, és azt is nyugodt lelkiismerettel mondhatjuk, hogy esztétikusan kialakított út mellett. Én nagyon bízom benne, hogy hosszú éveken keresztül használják önök ezt egészségben, és itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy elsősorban megköszönjem itt önöknek, az itt élő lakosságnak azt a türelmet, amivel gyakorlatilag kivárták ennek az útépítésnek a végét. Biztos, hogy nem volt egyszerű, hiszen egy ilyen építkezés azért az kellemetlenségekkel is jár, nincs mese itt, azért meg kellett tudni közelíteni az ingatlanokat, tehát nem volt egyszerű ez az elmúlt egy év, de hát most már a végéhez értünk, és most már tényleg csak az öröm és a jóság jut mindazoknak, akik itt a környéken élnek. Persze mindig lehet megfogalmazni, és meg is kell fogalmazni további vágyakat és igényeket, hiszen a Kinizsi útról nyíló kis mellékutcáknak a rendbetétele, aszfaltozása is időszerű, de hát a város a megfelelő prioritások mellett és a megfelelő anyagi helyzete mellett fogja tudni ezeket tovább építeni és felújítani. Köszönöm a polgármester úrnak, és köszönöm az önkormányzatnak, hogy ez a felújítás ez megvalósult. Nagyon köszönöm a kivitelező Strabag cégnek is azt a precíz munkát, amellyel ők itt végrehajtották ezt a feladatot. És még egyszer mondom, hogy kívánom önöknek, hogy hosszú éveken keresztül használják ezt egészséggel. Tovább lépve mondjuk az egy gondolattal az autóbusz vonatkozására, hogy valóban végigjárjuk itt a lakosságot, és csinálunk egy felmérést erre vonatkozó, hogy mekkora az igény, és ezt figyelembe véve tovább léphetünk, hiszen 1,3 km hosszú ez az utca.
Nem rövid, talán nincs is ilyen hosszú utca városban, még egy vagy sok azon kívül, amelyik átmenő utak. Úgyhogy azért, hát sajnos a lakosság korából adódóan sem egyszerű ugye a külső részről bejutni a belvárosba. Hál' Istennek azért a híd is rendbe lett téve itt, és azon keresztül azért a kórház és egyéb intézmény itt könnyebben elérhető, de ettől függetlenül biztos, hogy egy autóbusz közlekedés az könnyebbé tenni az önök életét. Némi bosszúságot is okozva, zaj és porártalommal együtt, talán ezért is van az, ahogy a polgármester úr említette, hogy nem 100%-os az ilyen irányú igény, hogy legyen busz vagy ne, de hát ezt majd fel fogjuk mérni. Még egyszer köszönöm a türelmüket, és engedjék meg, hogy megragadjam itt az alkalmat, és meghívjam önöket egy pohár sörre, egy pohár borra itt az átadási rendezvényt követően. Fogadják ezt el tőlem, fogadják szeretettel, és bármiben segíthetek, bármiben szükség van a segítségre, akkor kérem, hogy keressenek, hívjanak, én itt vagyok, és ígérem, hogy 48 órán belül bárkihez, aki engem felhív, telefonon küld egy e-mailt, vagy valamilyen módon üzen, személyesen is meg fogom látogatni, és próbáljuk orvosolni a problémákat. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Thank you.